Christian Howard Collins. És tanítványa Senpai Ken Carlson. Japán-orosz párharcot, az első férfi döntő a könnyű súlyúak között, azaz 70 kg alatti uraknál. A kép bal oldalán, tehát a japán Takahiro Miyano, piros megkülönböztető szalagot láthatjuk hátul az övén, az ellenfél pedig Viktor Karasyuk. Van köztük azonosság, mégpedig az, hogy mindketten 1973-ban születtek. Takahiro Miyano egy picit előrébb jár abban, hogy ő már harmadik danos, míg Viktor Karasyuk egymelőre a második dannál tart. A súlyuk nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. 67,6 a japán és 69,7 az orosz, tehát a súly nem fog dönteni kettőjük között, az biztos. Döntsön a tudás, és vajon ebben kiáll jobban. Mind a két versenyző nagyon tapasztalt. Viktor Karasyuk a legutóbbi világbajnokságon 1990-ben a legjobb 8 közé jutott, a súlycsoport nélkül világbajnokságon 70 kiló sincs, tehát ő nagyon képzett és rutinos versenyző, előnyt kovácsol abból, hogy az ellenfél támadó vonalából kilépve visszatámad, tipikusan ilyen leforgós, lemozgós, nagyon okos küzdő stílusú. Az ellenfele a japán Takahiro Miyano pedig egy picit tipikus japán stílus képvisel. Tehát ő megy előre és csinálja a dolgát és szorgalmasan próbálja, mint a vízhordó. És hogy milyen szorgalmas arra bizonyíték, hogy már volt összjapán bajnokságon első, illetve második helyezett. És azt hiszem ez nagy szó ebben a sportágban. Lassan véget érhet az első három perc, most egy jó lábsöprés Karasyuk részéről. Ezért pont nem jár, találat Vazari vagy Ippon nem jár. De mindenféleképpen pszichikailag az ellenfelek. És a bírók is emlékeznek rá nyilvánvalóan majd, amikor dönteni kell. Ami a törést illeti Takahiro 16-ot, míg Karasyuk 14-et tört, tehát ebben a japánál valamivel jobban. Adott esetben ez döntő lehet, de hát addig még sok víz lefolyik a Dunán, és sok perc eltedik itt a küzdelemből. Ami érdekes lehet, hogy Viktor Karasyuk nem igazán használja a lábát fejre, pedig nagyon laza és nagyon sok vazarit, illetve ipont szerzett az elmúlt versenyeken. Most a térdugásokat elértett az utóbbi másodpercekben, közben Takahiro az arcát fogja, feltehetően becsúszott valami ütést, a lassítás árulkodik majd erről. Minden esetre a mérkőzés vezető jelzi, hogy időt kap a japán. Na nézzük, hát a... Igen. Igen, ott volt a balkezes állom. Emberül állta. Minden. És folytatódott a meccs. Egészen eddig a pillanatig letelt a három perc. Hát bíró legyen a talpán, aki felmeri vállalni azt, hogy valamelyik versenyzőt megjelöli győztesnek. Négy döntetlen a sarokbíraktól, a mérkőzés vezető csatlakozik, így kezdődhet az első hosszabbítás. Te hogy döntöttél volna? Ugyanígy döntöttem volna, mindenféleképpen egy picit aktívabb Karasyuk, de ez nem annyival több, hogy erre döntést meg lehetne alapozni. Most viszont volt egy szép rúgás, egy Orosi Kakato Geri fölülről lerántva a sarkát, el is találta a japán versenyzőt. Takahiro is megpróbálta a köréves rúgással. Szép forduló rúgás testre. Keresjük két kísérlet testre rúgással. Aktivizálja magát, tehát mind a két versenyző, mind a két karatéka. Mégiscsak a világkupa győzelem itt a tét. És ha már idáig eljutottak az utolsó akadályban, senki sem botlik szívesen. Lehet látni, hogy sokat mozog oldalra Karasyuk, míg a japán versenyző csak követni próbálja, igazán aktívabbnak tűnik. Nem is biztos, hogy az. Az is megfigyelhető, hogy Karasyuk a kis kedvenc irányát, tehát jobbra-balra egyaránt leforog. Igen, nagyon, nagyon képlékeny az ő küzdelme, jobbra-balra nagyon jól tud váltani, ritmust is. Talán ebben van az ő profizmusa. Ütő-rúgó erőben egyébként nincs, tehát nem számottevő, de mégis a lábával azért tud operálni rendesen fejre.
jól lépett le oldalra a japán rúgása elől. Tehát továbbra is azt a stílus folytatja, mivel elkezdte a mérkőzést, folyamatosan vibrál egy pillanatra, sem hagy nyugtott japán ellenfelének. Igen, nehéz eltalálni egy olyan embert, ami folyamatosan mozog. Mozgó célpontra lőni sem lehet. Igazán pontosan is. Legalábbis jól kell tudni lőni. Igen. Kondícióban is, mint egy kicsit fölötte lenne a japán versenyzőnek. Kérdés, hogy majd mennyire bírja a végét, hiszen jóval többet mozog, mint japán ellenfele, aki jóval statikusabb küzdőmódot folytat. És vége. Vége az első hosszabbításnak, újabb 2 percen vagyunk tehát túl. Összesen 5 perce győzködik egymást arról, hogy ki a jobb. Nézzük, hogy látták a bírák. 4 döntetlen megint a sarkokban. Újabb csatlakozás a mérkőzés vezetőtől, azaz újabb 2 perc kezdődik. Itt volt egy forgórugás kísérlet a testre, de ezt jól hárította kézzel a japán. Itt egy ilyen test elvetődéssel próbált egy forduló rúgást. Első látásra a laikusnak komolytalannak tűnt, volt ennek reális alapja? Nem. Lassú is volt szerintem, és teljesen pontatlan, hogy olyan kondicionális állapotban van szerintem már a japán versenyző, hogy inkább egy kis szünethez jutott. Ugye? Nekem is ez volt a benyomásom, hogy jó volt ott egy picit megpihenni a tatamin. No, de hát ha nem szed elő valami tartalék erőt, akkor Én úgy érzem, hogy a japán versenyző egy picit a deszkára alapozza a küzdelmét, hiszen ezután a 2 perc után... Ha 2 percet kihúzná, akkor a deszkák dönthetnek. Kérdés, hogy a bírák akceptálják ezt a felekvését. Minden esetre Karásnak is nyilván tisztában van ezzel a szimpla ténnyel, és fokozza a viramot. Ha lehet még fokozni, egyre mozgékonyabb. Ez a japán versenyzőnek használ, megy az idő, felálltak. Eltelt ismét 5 másodperc, így Karásnak azt hiszem, hogy össze kell szedje magát, hogy továbbiakban. Takahiro most színészi képességekből is bemutatott valamit, eljátszott, hogy állon talált egy ütés. Tehát az ázsiai embereknek könnyen megy az arcjáték. Hát nem egy szép küzdelem, ez tény. Hát már győztest azért csak ez a küzdelem. Hát ez igazi időhúzó taktika. És a te is fogja megpróbálja önkívületi állapotban biztatni kedvencét. Karasuk jön is előre, de most ezekben a pillanatokban én úgy látom, hogy nincs benne igazán átütő erő, inkább dolgozik. Ugye ilyenkor a bírók azt is nézik, hogy ki volt aktívabb, de szerintem annyival nem volt aktívabb. Vége a 2 percnek. Na nézzük, hogy felvállalják-e a bírók azt, hogy Karasuk megnyeri ezt a meccset, vagy döntenek a deszkák. Mindenesetre a japán taktikusan zárta ezt a 2 percet. Fehér, 1 fehér van, 3 döntetlen. Döntetlenre adják a bírák. 1 sarokbírő döntött csak Karasjuk javára, de hát ez kevés az üdvösséghez. Így a szerelvény igazítás után most utána néznek a tört deszkák számának, és ebben bizony jobb lesz a japán, mégpedig 2-vel. 16-ot tört Takahiro Miyano, 14-et pedig Viktor Karasjuk. A japán fiújé Takahiro Miyanoé 16 deszka. Most közlik, ezt hivatalos formában. Itt tehát bevált a japán taktikája. Takahiro Miyano jól húzta az időt, jól próbálta lassítani a küzdelmet. És annak a ténynek köszönhetően, hogy 2-vel több deszkát tört el, megnyeri a döntőt, megnyeri a világkupát. Japán győzelem tehát a legkönnyebb férfiaknál. A 80 kg-os finálé főszereplői már a tatamin, a kép bal oldalán az olasz Vitali Kolodjadzni, őt láthatják majd a megkülönböztető piros szalagocskával hátul az övén, az ellenfél pedig Európa képviseletében a litván Paulaus Klapatauskas. Klapatauskas talán a legkeményebb legény itt a mezőnyben,
ő törte a legtöbb deszkát, szám szerint 20-at, és ide még a nehéz súlyúakat is érthetjük, tehát rajtuk is túltett. Az orosz egyébként második danos, 1975-ben született, még a litván versenyző az első danjánál tart, és ő egy esztendővel idősebb, 1974-ben látta meg a napvilágot. A súly az biztos, hogy nem dönt itt kettőjük között, ugyanis 2 tized a differencia, 79,7 tized a litvánik, 79,5 az orosz. Tehát még egyszer piros szalaggal az orosz, nagyon hasonló felépítésűek, és ez azt hiszem majd alapvetően meghatározza a mérkőzés arculatát is. Igen, én azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott küzdelem lesz. Én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy Klapatauskas egy nagyon öreg, rutinos versenyző, kétszeres Európa-bajnok, és a tört deszkák száma azért az felhívhatja a figyelmet arra, hogy ütőerőben azért ő biztos vagyok benne, hogy fölött áll az orosz versenyzőnek, hiszen sok káot, gyomor, illetve Vazarit és Ippont ért már el gyomorra az előző versenyeim. Biztos vagyok benne, hogy színvonalas küzdelem van, de a lábukat, ahogy látom, szintén már nem használják fel, hiszen a döntőhöz elérve igencsak megvan rugdosa mind a két ellenfél, hiszen az orosz ellenfél a Bacak nevű német versenyzőt verte meg, még a litvánnak sem volt könnyű az útja idáig. Igen, itt már egyaránt beszélhetünk izom- és idegfáradtságról is, de meg a nagy tét, ami még alapvetően óvatosságra intheti a feleket. Minden esetre Klapatauskas nyilván szint avval a szimpaténnyel is tisztában van, amit az előző mérkőzésen is láthattunk, hogy a tördeszkák száma az ő javára billentheti a meccset, tehát berendezkedhetik egy óvatosabb stílussal erre a mérkőzésre, és várhatja már, mint a nagy ütőerejéből kifolyólag várhatja azt a pillanatot, amikor esetlegesen megvillanhat és eldöntheti a találkozót. Hát szorgos mérkőzést produkálnak, az biztos mindketten jönnek előre. Magas fájdalomtűrő képességű mindkét versenyző, nagyon erős felsőtested, és ahogy lehet látni, nem tudom, hogy a tévé képernyőn mennyire jön ez le. Komoly, erős és igen mély ütéseket helyeznek el egymás testén. De hát egyik remekül bírják. Burpee-ről azt hiszem, hogy már nyugodtan beszélhetünk mindkettőjük esetében is. Ott már megkezdődött az elszíneződés, de nyilvánvaló, hogy az első 3 perc után itt nem lesz döntés. Teljesen kiegyensúlyozott volt. Egy bíró még pedig a magyar Karmazin György, aki a fehér zászlót emeli, tehát a litvánra szavazott volna. A többiek döntetlenre adják az első 3 percet, vagyis jöhet az első hosszabbítás, az első 2 perc. Ahogy telik.